Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy nagyon egyszerű, forró nyári azsúr mintát kötünk. Az ismétlődő mintaegység 10 szem, ehhez egyet adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban 12 sort kötünk, a visszáján végig fordított szemekkel haladunk, a színén kötött 6 sorból pedig 2-t ismétlünk. Ezen a darabon 3 mintaegységet kötöttem, 3x10 plusz 1 plusz 2, 33 szemen. Együtt 2 mintaegységet kötünk majd, 2x10 plusz 1 plusz 2, 23 szemmel indulva. 23 szem van a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor tehát, szélszem. Végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Második sor, és minden páros sor a visszájén, szélszem, végig fordított szemekkel haladunk. Szélszem. Harmadik sor, és ezen túl csak a páratlan sorokat kötjük együtt a színén. Szélszem. Egy sima. A következő 2 szemet balra dőlve simán összekötjük. Ehhez az első szembe úgy szórok, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tőre. Másodikat simán kötöm, majd az eltemelt szemet erre ráhúzom. Egy ráhajtás. Következő 2 szemet újra balra dőlve kötjük össze simán, elsőt eltemelem, másodikat simán kötöm, az eltemelt szemet erre ráhúzom. Ráhajtás, sima, ráhajtás. A következő 2 szemet jobbra dőlve kötjük össze simán, első szálból simán összekötöm a 2 szemet. Ráhajtás, következő 2 szemet újra jobbra dőlve összekötjük. Itt ért véget az ismétlődő mintaegység, újra kezdjük. Egy sima, 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, sima, ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria egy szeme, sima, szélszem. Ötödik sor, szélszem. Kettő sima. Ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Három sima. 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, sima. Újra indulunk az ismétlődő mintaegységgel. Kettő sima. Ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Három sima. 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, sima.
az ismétlődő mintaegységek után egy sima szélszem. Hetedik sor, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt két szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. 7 sima. 1 ráhajtás. A következő 3 szemet simán összekötjük úgy, hogy a középső legyen felül, ez legyen hangsúlyos. Ehhez az első 2 szembe egyszerre úgy szúrok, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tűre. A 3. szemet simán kötöm, majd a 2 átemelt szemet erre ráhúzom. Másik oldalon is egy ráhajtás. Az ismétlődő mintaegységek után 7 sima. 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Szélszem. Ebben a sorban tehát csak egy ismétlődő mintaegységünk volt. A többi szemet előtte, illetve utána kötöttük. Az utána kötött szemek között volt az az egy szem is, amit a többi sorban a 2 ismétlődő mintaegység után kötöttünk. 9. sor, szélszem, ugyanúgy kötjük, mint az 5. sort. Tizenegyedik sor, szélszem, ugyanúgy kötjük, mint a 3. sort. Megkötöttem a 12. sort végig fordított szemekkel, és ezzel elkészült egy mintaegység magasságban. A továbbiakban ezt a 12 sort ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás mellett egy kis harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!